Ti most elég sokáig nem fogtok találkozni. Két hétig. Nem olyan vészes az év, túléljük. Minden nap külön írok neked, jó? Meg külön üzenek. Jó. Jó? Bence marad itthon, mert beteg kicsit. Még ráadásul, de Amici még jön velem iskolába. Még megyünk együtt, viszont Csacika, veled nem találkozom. 6 hétig legalább. Nem arra gondolsz, hogy mi lesz, amikor majd megjön. Akkor már nagyon fog örülni, mert én is nagyon fogok örülni. Akkor elköszönöm. Amin elköszönni kell. De én jövök még haza. Én egy 3 nap múlva újra csak kiértek velük, és aztán onnantól kezdve nem engedjük egymást. Elég sokáig. Fantasztikus idő van, én meg egy ilyen brutál kabátba. Az északi sarkra megyünk. Na puszi nektek! Jaj! Na, szóval most megpróbálom összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi is fog történni, eléggé összetett. Most elmegyünk pár napra Finnországba, egész a sarkörön túl. A Nóri meg egyenesen Helsinkiből megy Mexikóvárosba, mert nem jön haza a gyerekek. Ez én jövök haza, míg amíg mi nem vagyunk, addig Izuska lesz erre a pár napra itthon. Amikor én visszatértem még egy kicsit, itthon leszek, és utána pedig indulunk mi is Mexikóba. Indul újra az Ázsia Express, egy új őrület, egy új brutális kaland. Most már nagyobbak a gyerekek, úgyhogy Izuska nem jön velünk Mexikóba. Nagyon remélem, hogy apaként ismét el tudom oldani a dolgot. De a nagy kalandra még azt hiszem nem vagyok felkészülve, ráadásul úgy, hogy közben itthon azért történnek az események, azaz nekem a Balaton készül a nyárra. Úgyhogy most megint azt fogjuk csinálni, hogy távirányítunk. Na mindegy, szóval ez egy jó kaland lesz. Minál elbúcsúzni. 2 hétre a gyerektől, ez nehéz kicsit. Ez most ilyen. Ahó! Megvan minden? Technika. A sok kütyű, ami nélkül nem. Sehova. Szia, kis autó. Te is hiányozni fogsz. Egyébként a vezetés az nagyon tud hiányozni viccen kívül. Azért, amikor 6 hétig az ember nem ül autóba és nem vezet, az az egyik legnagyobb flash, amikor hazaérsz és beülsz a volán mögé és mi. De én most 2 napig nagyon is, hogy fogok vezetni. Az Audi meghívására egy nagyon különleges élményben lesz részünk. Finnországba utazunk a sarkörön túlra egy befagyott tavon. Vezetési élményprogram igazából még soha nem voltam ilyen, az istenes Bence már igen, úgyhogy ha az ő vlogját láttátok erről, akkor nagyjából tudjátok, hogy miről veszünk. Most először fogok ilyet csinálni. Meg fölveszem, hogy ezt csinálod. Igen, a kettőnk közül én vagyok itt a driftelőség. Driftelőség biztos. Itt vagyunk a beszállásnál. Együtt van a kis Porsche Hungáriás csapatunk. Szerintem fölveszem a kapat. Itt Tilában vagyunk. Ez már a sarkörön túl. Sítábor illat van. Száraz hideg, hó és busz. This is Alex, my name is Sepp. Hello, sir! Hello! Állítólag jégen megy a busz, jégen.
Na. Megjöttünk. Room tour. Room tour. Room tour. Nagyon szép a kilátás. Na, ez itt a szauna. Hú, és be van lőve a szauna. Csak most szemben. Ez elég cool ez a kis szauna. Ez is a testével véd. Az első feladat, hogy kivakarod a kocsit a hollol. Kivják a zébe. És elkezdenek. Kenny. Kenny. Itt van Kenny. Üdvözöllek, én vagyok Kenny. Csak a Kennyt mindig kinyírják. Én egész nap így fog állni. A Kenny előbb-utóbb meghal minden South Park epizódban. Át kell battyogni az étterembe. Nézd, egy gyönyörű, úristen, de jól néz ki. Emlékszel ezekre az ékre? Emlékszem, elég jó, hogy lehet. Igen. De sajnos ezt ők hozták, de nem értem, hogy hova lett az összes többi. Összesen annyi volt a válasz. Igen, ez előfordul. De a ház elől el a lehet a ház hozni. Elől el lehet venni. Semmi garancia nincs arra, hogy itt hagyjuk az ajtónk előtt, akkor holnap reggel is itt lesz. Egész driving camp experience, ez egy felnőtt játszótér. Ide eljönnek a felnőtt emberek, gyerekek nélkül. Hoppá! Külön számít. Veszem átalakulok megint Kenny üzemmódba. Ez olyan, mint amikor az ember a búvárruhát felveszi, ugye? Szépen a tudás. Rögtön. Egy biztonságot ad. This is the layout for the track we are going for the lake. Ugye megyünk az autóversenypályára, és ott fogunk vezetni. Kaptam ilyen igazolványt. A hátulján azt fogják jelölni, hogy hányszor kellett, hogy értelmjön az autómentő. Beleállt az autóm a hófalba, vagy óriási hőben. Nézzétek, ilyen magasan áll a hó. Így mennyire vagyok csinos? Megkaptuk a fejtágítást. Hát. Egyre nagyon betűnt fejjel. Tulajdonképpen nem mondom, hogy önbizalmat kaptam, de most már emlékszem, az Isten ezt is beleállt a hófalba, amikor itt volt. Akkor nem fog nagyon beégni, ha én is beleállok egyszer-kétszer. Nem, már úgy is gyorsz meg, hogy büszke veszik rá. Átállítják magyarra a menet az autóban, tudják, hogy jön egy magyar csapat. Csak az, hogy ott megy egy felhő. Úgyhogy ez egy piros színű autó. Szia, anya! Tanulok! So you're going not too quick in. You try to make the car turning in the rear. Look, turn inside, accelerate one time. Off the accelerator, turn back. The wheel is nearly straight. And now you play with the gas. It was amazing, thank you. Azt kell mondjam, hogy ez komoly. Berlin, gas. Mondan, hopp, kövés. Svejt, a kövés. Jézusom. The gas. One time, okay. Not ten times. Okay. Be patient. Okay. Enjoy.
too old to be patient. Okay. Okay? Semmi más nem történt, csak itt elüldögélünk az Andrisnak. Akarok-e vezetni? De, figyelj, ezt akartam. Én körbe megyek, ilyen aranyosan, ez nem jó? A Pali ideül, ér hátra, és persze fogja a kezedet. És akkor megy kézzel. Hát ülsz, hogy úgy mondjad, Andris, mindig jó. Mondjad, hogy mit kell csinálni. Szerintem most először legyél vele, vele komfortos, meg fogod érezni. Apukád büszke lenne, Nóri. Nem büszke lesz. Apukád büszke lesz. Apukám autós oktató volt egy életelem, és mondjuk. Büszke! Hey, Kási! Apa, én leszek itt a legbénebb, figyelj meg! Kis gázzal. Azt mondja. A tűzőzőt Anya, azt kéne csinálni, hogy arra kimész egy kicsit, mert itt valami nem stimmel. Azaz. Ja, mert állj, letépi a izét. A spoiler. Én nagyon büszke vagyok anyára. Ott jön a traktor. The driver card! Ah, oké. Okay. Anya, sajnos ez a pillanat, amikor kilukasztják a kártyádat először. A megalázó pillanat. Meg. Nem, te vagy a legkezdő. Nem, szenzációs vagy. Figyelj, keresztben ment a kocsi, ne viccelj! Ne viccelj! Oh my god! Anya, büszke vagyok rá! Én letérdelek is, elmondom az imát! Kijöttünk a Nestébe, ez egy ilyen depó, vagy nem tudom minek nevezzem a út. Hát ez egy ilyen bázis szerintem, itt nem csak maga a kút van, de igen, tehát többek között itt tankoljuk meg az autókat, mert 140 kilométerre való üzemanyag van, nem is van, nem akarja a jegyet a szabadnak. Ebédszünet van, gyorsan én még visszarohanok a szobába, mert kicsit alulkészültem a drónnal. Sem elég memóriakártya, nem töltöttem eleget, és még az oknim is vizes lett. Csoda itt drónozni, csoda forgatni, gyönyörű, gyönyörű ez a fehér hó, bár állítok holnap, jobb idő lesz, naposabb. Nekem ez is tetszik.